Azt kívánom mindannyiuknak, hogy kellő egészségük legyen, még ha ez fogyatkozó is, de derüljük és hitük ahhoz, hogy az életünket és a mindennapjainkat emelt fővel tehessük és vihessük. Ezekkel a kedves szavakkal köszöntötte Tóth Andrea, a Bonyhádi Gondviselés Időskorúak Otthonának vezetője a Szépkorúakat az intézmény fennállásának első évfordulója alkalmából. A jeles napon a gondozók és a lakók is kisebb műsorral készültek. Ott álltam, sárga fövény szőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, amelyen a levágott sarjúrendek, mint könyvben a sorok hevertek. Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszkötve feléjes, olyan, mintha égne, súlyna vére. Holnap lesz pontosan egy éve, hogy itt vagyok, és nekem nagyon tetszett az ünnepség, és már ez nem az első meglepetés, hanem a harmadik, mert volt karácsonyi ünnepség is, és volt farsangi ünnep is, nagyon kellemes, és nagyon jól éreztük magunkat. Még ha nem tudok menni, akkor is, és különben nagyon jó itt a légkör. Én jól érzem magam. Örülök, hogy itt lehetek. Itt már Bonyhádon is egyedül vagyok. Gyerekeim egyik erre, másik arra. És én önként jöttem ide, mert tudtam azt, hogy itt jó helyen van. És az egyedül létet. Itt vigasztalást jelek. Az intézmény országos működési engedéllyel rendelkezik. Ennek ellenére az ellátottak többsége Tolna megyei, főleg bonyhádiak és Bonyhád környékiek, de a lakók negyede Baranya megyéből érkezett. Mindez betudható annak, hogy a fenntartó Szoceg Nonprofit Kft.-nek kiterjedt ellátó rendszere van a két megyében. Lakóink jelenleg 44-en vannak, az ápolási részlegünk az intézmény indulása óta teltházzal működik, tehát az önellátásra képtelen vagy nagy ápolási gondozási igénnyel bíró lakók száma igen magas, illetve az ő jelentkezésük is folyamatosan emelkedik, bárólistánkon is ők szerepelnek nagyobb számban. Az intézményben 17-en dolgoznak, akik mindenkit mentálhigiénés és egészségügyi ellátásban is részesítenek. Az ünnepség végén egy református lelkész és egy katolikus pap is megáldotta a lakókat, ezután pedig a Szépkorúak közösen elfogyasztották a jeles nap alkalmából készített tortát.